Mit gondolsz? Tehát milyen a legfontosabb szokások teszik az ember boldogra? Tehát tudnád-e néhány szokást felsorolni, hogyha például ez a szokás van bennem, akkor boldog leszek? Mert tudjuk azt, hogy milyen nehéz tulajdonképpen tehát új szokásokon dolgozni. Tehát azt nagyon jól tudjuk. Több felmérés volt ezen is, de mégis. Mert ha valaki szeretne egy jobb életet, ha valaki szeretne boldogabb életet, és ha valamilyen szokásokkal nem rendelkezik, akkor itt a lehetőség. Ha nem is egy mondatban, egy szóval is meg lehet ezt fogalmazni, én úgy gondolom, hogy ez nem más, mint a hála. Uh-huh. Ugye van egy, a könyvemben írtuk ezt, hogy a hála a boldogság kistestvére, és én tényleg így gondolom. Még negatív szituációkban is, tehát ami az emberrel megtörténik, erről van egy aranyos történet, Winston Churchill-re hozzák ezt össze, hogy van egy nagyon kedvenc kifejezése, egy kínai kifejezés, ez a Weiji. Uh-huh. És hogyha utána kellett néznem, mi ez a Weiji, a Wei az a veszélyt jelenti, és a Ji az pedig a lehetőséget. Tehát, hogyha az ember képes arra, hogy egy negatív szituációban, ami számára veszélyt jelent, megtalálja azt a G-t, azt a lehetőséget, amit felkínál, akkor klasszikusan nincs rossz dolog, mert valamilyen formában tanul ebből az egész szituációból. Amit látni kell ebből a Weiji szindrómáról, hogy ehhez is kell egy valamiféle higgadság. Tehát ha nagyon elkezdem önmagamat sajnálni, sajnáltatni, beleélve ezzel, zokogva, hogy én milyen boldogtalan vagyok. Tehát néha olyan érdekes valamihez hasonlítani a szituációt, hogy mi egy nagyon boldog korszakban születtünk bele. Tehát én ugye 1965-ben születtem, most már 55 éves vagyok, de az én életemben ebben az országban klasszikusan nem történt háború. Tehát az, amit a szüleim, nagyszüleim megéltek, mondjuk az első, másik, akármilyen világháborút, most a nagyszülőkre gondolok, tehát az a pokol, az az éhezés, az a mindent elveszítés, a rengeteg negatív dolog, ez hol van ahhoz képes, hogy nekem valamiféle nem tudom, pillanatnyi problémám van. Tehát azt kell mondanom, hogy miért vagyok hálás az univerzumnak, akár minden napra. Egyszer voltam egy ilyen párkapcsolati tréningen, ahol két fél elválóban volt, hívjuk így. És az volt a feladatuk, hogy megfogalmazzák, hogy miért áldás az egyik a másik számára. Vagy ez a szituáció, amiben most vannak, miért áldás az életükre. Hú, azért ez egy kemény feladat éppen egy ilyen emócióktól, érzelmektől teli szituációban, és majdnem másfél óráig tartott, amíg ezt gyakorlatilag meg tudták fogalmazni. És a végén olyan oldás történt, olyan megkönnyebbülés, olyan nevetés történt, olyan felszabadulás történt, mert rádöbbentek, hogy óriási áldást adtak egymásnak, és maga az a szituáció is egy lehetőség az ő számukra, hogy jobbá váljanak, akár együtt, vagy akár külön is. Tehát azt gondolom, hogy a boldogságnak az egyik, hanem a legfontosabb receptje, ez a hála. És ez a hála, ez erre talán egy másik megfogalmazást is lehetne adni, ez az öröm fölötti elmélkedés és annak megélése. Ugye az én édesapám most már 83 éves, édesanyám 80 éves volt a múlt héten, és a kérdés az, hogy egy ilyen nehézségekkel teli életben lehet-e egyáltalán valaki boldog? És pont az édesapám, édesanyám példája volt az, aki megtanított, hogy igenis itt is van az 1,01, tehát maga a fejlődés, amikor azt nézik, hogy az unokák, akik ugye most már 30 évtől 10 és fél éves korig vannak, ezek hogy nőttek, nevelkedtek, milyen boldogok. Tehát az ő növekedésük már nem a maguk szervezete, a tudása, a kvalitásából mérhető, hanem az, ami a családon belül van. Tehát ezért gondolom azt, hogy az öröm fölötti elmélkedés és annak megélése, maga a hála, ahol ezt meg tudom fogalmazni, egyébként nem idegen a gondolat, hiszen maga a Bibliában is a reggel, délbe, este, meg úgy egyébként is megköszönni az univerzumnak, a Jóistennek, hogy mindaz, amit adott, ez számunkra van, ez már jó régóta megtalálható. De nem gyakoroljuk.
Van egy, hú, majd segítened kell a kiejtésben, Masato Emoro, egy japán írókutató, szegény, ha jól emlékszem, már nem él, aki a Vízrejtett bölcsességet című könyvet írta. És azt vizsgálta, hogy különböző emóciók, érzelmek hatására, hogy változik, és egy ilyen fényképekkel vagy képekkel illusztrálta a gyűlölet, a halál, a betegség, a szeretet, a különböző meditációk hatására ezek a képek. Zseniális, van fönn a, egyébként könyv is van róla, film is van róla, meg a YouTube-on is vannak erről anyagok. És az érdekesség az, hogy az embernek a 60-90%-a függően az, hogy idős vagy gyermek, meg hogy hidratálja saját magát, az alapvetően folyadékban van. Tehát, hogy a nagy részünk folyadék. És hogy a saját gondolataink hogy hatnak a rezgéseken keresztül saját magunkra, erre szerintem ugye a jóllét filozófia, a Csíkszentmihályi Mihály féle flow elmélet, de alapvetően azért mégiscsak azt gondolom, hogy a hála határozza meg. Tehát az, hogy mennyire tudok a piciknek is boldognak lenni, olyannak, ami számomra természetes, talán már nem veszem figyelembe, ám bátor, ha elveszítem, akkor érzem azt, hogy enélkül meg nem érdemes élni. Tehát ha engem kérdezel, és csak nagyon rövid időm van erről, és ismerve ezeket a könyveket, nincs három nap, vagy egy hét, hogy erről előadást lehessen tartani, akkor egy szóval ez maga a hála. Én ezzel teljesen egyetértek. Orosz nyelven készítettem eddig 47 interjút pszichológusokkal, coachokkal, trénerekkel a boldogságról és a sikerről. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy és néhány nappal ezelőtt készítettem interjút egy nagyon sikeres, egy nagyon boldog kutatóval, német származású, de Amerikában él az illető, Wolfgang Mieder, nekem vele több könyvem jelent meg, itt van az egyik könyv, az utolsó, Angliában jelent meg, és megkérdeztem, hogy milyen szokásai, milyen készségei, milyen skilljei vannak neki, amelyek boldogat teszik. És ezt mondta, hogy thankfulness, vagy gratitude, ugye? Tehát a hála, tehát hogy érzi a hálát. Annak idején például évekkel ezelőtt tanultam pszichológiát egy orosz programban. Az volt a neve, hogy a harmadik évezred pszichológia, nem gyakorlati pszichológia egyetem, hanem egy másik program. És mi ott kaptunk is egy ilyen feladatot, azt fél éven keresztül kellett gyakorolni, minden egyes nap, lefekvés előtt, 20 percen keresztül írni a hála naplót. Tehát 20 percen keresztül, és rohamosan boldogabbak lettünk, mindnyáján. Tehát ez heti szinten találkoztunk online, és beszélgettünk arról. Tehát ott egyszerűen, tehát amikor azt a feladatot kapod, hogy 20 percen keresztül hálát kell írni, először azon gondolkodsz, hogy minek? Mindennek. Tehát az, hogy például megélhetünk kávét, nem? Vagy megélhetünk egy pohár vizet, mert valahol vannak ilyen országok, ahol esetleg nincsen tiszta víz. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És főleg például, tehát én az utóbbi hónapokban nagyon hálás voltam, hogy Magyarországon élek most. Nagyon sok interjút készítettem amerikaiakkal, nagyon sok interjút oroszokkal, és tudjuk azt, hogy itt most a koronavírusos világban, tehát hogy mi van ott is. Még van egy olasz barátnőm is, tehát vele is majdnem napi szinten beszélgettünk, és hát tehát ennek is lehet hálát adni, nem? Tehát, hogy most milyen jó, hogy most itt vagyunk. Milyen jó, hogy most ez a helyzet van itt. Tehát annak ellenére is, hogy esetleg nem utazhatunk valahova. Tehát, de van tető a fejünk fölött, nem? Tehát van internet, van rengeteg sok más dolog. Ennek van tudományos magyarázata is, hogy a Mi a csodát tudunk a világról című könyv, illetve film alapján, hogy a kvantumfizikusok kiszámolták, hogy 400 milliárd bit per szekundum információ ér minket, és mindösszesen 2000 bit per szekundumnak vagyunk a tudatában. Tehát az azt jelenti, hogy mérhetetlen mennyiségű eseménysorozat van,
és mi csak 2000, egy nagyon pici kis szegmenset látunk. De hogy melyik az a szegmens, azt jó esetben mi döntjük el. Az agynak van egy úgynevezett retikulális aktivációs szisztém, tehát egy kereső program része, ami ezt a 2000 bit per szekundumot ebből a végtelen mennyiségből kikeresi. Ez majdnem olyan, mint amikor az ember berak valamit a gépbe, hogy tudni szeretném, hogy alkalmazott pszichológia mit jelent, és földob 200 leggyakrabban használt cikket. Ez pont így működik az emberi agy, az emberi elme is. Tehát maga a boldogságot, azt kell mondanom, hogy ezeket mi generálhatjuk azáltal, hogy keressük azokat a pontokat, amik a számunkra fontosak. Amikor ezek a gondolatok bejutnak ide az elménkbe, akkor egy teljesen normál automatizmus alapján különböző kémiai reakciók indulnak be az ember szervezetébe, aminek a megfelelő hormon kiválasztása is meglesz, és az oxitocintól kezdve a szerotonéga, az endorfin, egy csomó minden olyan hormon képződik, amivel az ember megéli ezeket az eseményeket. Az érdekesség csak az, hogy az én édesapám, édesanyámnak nincsenek ilyen típusú végzettségei, nem olvasott ilyen könyveket. Ezek a józan paraszti ész, egy normál tanulási fázis, hogy kirakták az unokákról a képet a falra, és bármikor, amikor egy negatív gondolat jön az ő számukra, ami az elmúlással, a betegséggel, a fájdalmakkal függne össze, akkor egyszer ránéznek a falra, és az ő kereső programjuk automatikusan megtalálja azt, hogy nézd meg, milyen gyönyörű az unokám és az események, amiket megéltek. Tehát az igazán fontos információ ebből, hogy keresd a boldogságot. Maga a siker és a boldogság az nem egy egyszeri eseményt jelent, hanem egy folyamatot jelent. Tehát egy olyan folyamatot, amiben rendszeresen ott kell lenni, és az egy szokásra kérdeznél rá, hogy mi az, ami számunkra, ha csak egyet lehetne, ez lehetetlen, csak úgy finom jelzem, hogy mérhetetlen mennyiségű szokásunk van, akkor ez a boldogság keresés lenne az. Tehát az, hogy éld meg az eseményeket, köszönd meg az, ami van, és hogy van egy ilyen, a Facebookon láttam egy ilyet, hogy van egy nagy tort, amiből hiányzik egy szelet. És nagyon sokan azt az egy szelet hiányzót miatt rosszkedőek, és nem veszik észre, hogy annak a 8-9 része, vagy valahány százaléka, hát annak még ott van. Tehát, és most nem azt mondom, hogy mindent el kell fogadnunk, hogy ez van az embernek egy pszichológiai immunrendszere, hogy a negatív eseményeket is, hogyha jól működik az immunrendszere, elfogad. Hát valahol fontos, hogy az immunrendszerünk jól működjön, de ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek céljaink, és ne akarjunk fejlődni. Tehát nyilvánvalóan az azt sem jelenti, hogy nekem mindig happynek kell lennem. Hát dehogy is, tehát ott van árnyék is. Tehát meg kell élni ezeket a negatív eseményeket is. Csak fontos, hogy lásd azt, hogy mennyi minden jóval áldott meg minket az univerzum, a Jóisten. És akkor, ha ez így megvan, akkor mondhatjuk azt, hogy egy szép életünk van. Itt megint nagyon fontos a játszma, hogy valami olyan mögé tudjunk állni, ami túlmutat rajtunk. Túl azon, hogy legyenek ikigai, tehát napi céljaink, ami alapján folyamatosan tudunk feladatot és játszmát produkálni saját magunknak. Tehát az a helyzet, hogy a vezető ülésben ki van. Tehát ki az, aki azt mondja, hogy jobbá akarok válni. Én az 101 filozófiát akarom az Endediken képviselni, ahol ha nem is fizikálisan, tehát nem az olimpiára akarunk edzeni, vagy nem akarunk esetleg orvosprofesszor lenni valahol, hanem egy picit legalább a felejtés ellensúlyozni tudjuk. Tehát a fluktuáció, a felejtés az mindig ott van. De hogy adjunk hozzá olyan témákat, amik segítik a mi fejlődésünket, és a környezetünk fejlődését. Nem tudsz szigetüzemmódban dolgozni, tehát nem lehet, hogy csak te leszel jobban. Ha te jobban vagy, nagyon furcsa, amit most fogok mondani, egy nagyon picit, ilyen 1 milliárd 1000. részen, akkor egy picit mindenki jobban van. Jó, ez már egy olyan téma, amiben most... Persze, ezzel teljesen egyetértek, mert szerintem tulajdonképpen nagyon sok ember próbál azzal foglalkozni, amire nem tud hatást gyakorolni, ahelyett, hogy azzal foglalkozom, amire tudna hatást gyakorolni, és az éppen az, hogy érzünk magunkat, ugye, mert hiszen, ha mi boldogok vagyunk, akkor a környezet is fog ennek
jobban őrölni. Jó, mondjuk esetleg valaki irigyelni fogja ezt, de igazán jó emberek és pozitív emberek inkább örülnének ennek. János, még hozzátenném azt a gondolatot, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy hát először szeretnék boldog lenni, és csak utána hálás leszek. Tehát adjatok nekem a boldogságot, és utána én adok nektek hálát. De éppen ez másképpen működik. Tehát a kutatások is azt bizonyítják, hogy éppen először jön az, hogy hálások vagyunk, és akkor is, ha nagyon-nagyon kevés dolgunk van, akkor is, vagyis valaki azt hiszi, hogy nagyon kevés jó dolga van, akkor is először a hála, és utána jön a boldogság. Tehát úgyhogy az embereknek szerintem sok embernek tehát ezt a sémát kellene egy kicsit változtatni, tehát hogy hála és boldogság. Több hónapon keresztül online tartottam órákat, amikor kezdődött ez a pandémia, és az én hallgatóimnak például azt mondtam, heti szinten találkoztunk, hogy keressenek ezen a héten sok pozitív dolgot. Keressenek az, hogy tehát hálát, tehát kinek hálások, minek hálások. És amikor kezdtek ezt csinálni, azt láttuk, hogy sokkal jobban éreztek magukat. Ez márciusban, áprilisban volt.